Szóval egy kismadár azt csiripelte nekem, hogy ti nem szoktatok kikapcsolódni vizsgai időszakban. És mielőtt megijednétek, nem kezdtem el hirtelen dohányozni, illetve nem lettem hirtelen 80 éves, hanem ez még a betegségben maradt így a hangom, viszont ettől függetlenül úgy voltam vele, hogy ha valakit érdekel a videó, akkor megnézi, akkor is, hogyha így hangzok. Nem az a lényeg, ahogy mondom a dolgokat, hanem az, amit mondok. Szóval, aki végignézi a videót, arról tudom, hogy az igazi fanom, hiszen őt nem zavarja az, hogy esetleg furán hangzom, illetve aki meg nem néz végig, az meg így járt. Sziasztok, fiúk és lányok, üdv a csatornámon! Szóval, ebben a videóban röviden arról fogunk beszélgetni, hogy tudtok akkor csinálni, hogyha szeretnétek kikapcsolni akár vizsgaidőszakban, akár egy nagyobb vizsga előtt, viszont az agyatok nem engedi azt, hogy eljussatok arra a helyzetre, hogy azt tudjátok mondani, hogy oké, akkor én most szünetet fogok tenni. Szóval előző héten volt nekem is az első vizsgám, és én ezeket a dolgokat csináltam annak érdekében, hogy a vizsga úgy sikerüljön, ahogy én szeretném, és legyen időm tanulni, emellett viszont ugye tudjak is kikapcsolódni. Szóval az első dolog, amit relatíve többször csináltam az előző héten, mint mondjuk előtte, az volt, hogy az edzőterembe többször elmentem. Ez azért fontos, mert az edzőterem ugye segíti a mentális és a fizikai egészségedet is, illetve kiszakít téged abból, hogy mondjuk a kanapén ülsz napi 8 órát és csak tanulsz. A második dolog pedig az, hogy nagyon sokat tud abban segíteni, hogy például amikor elmentem aludni, akkor mindig azon kattogott az agyam, hogy egyébként én nem tudok másra gondolni, csak a vizsgára. Viszont amikor elmentem az edzőterembe, utána olyan fáradt voltam, hogy úgymond konkrétan hazaértem, és így paf, aludtam is. És ez nagyon sokat segített abban, hogy testileg kifárasztott, és így úgymond mentálisan nem volt időm és energiám arra, hogy azon agyaljak, hogy úristen, egyébként vizsgára kéne tanuljak. A második dolog az az, hogy keress egy olyan sorozatot, ami ki tud téged kapcsolni. Tehát azt vettem észre előző héten, hogy nagyon sok olyan sorozat volt, amit néztem, és így egyes emberről, vagy egyes mondatról a vizsga jutott eszembe. És mondtam magamnak, hogy amúgy ez nem normális, hogy nézek egy sorozatot, és így arra gondolok, hogy úristen, ez a mondat, ez így a könyvben is benne volt. Vagy úristen, ez az ember hasonlít a professzoromra. Viszont vannak olyan sorozatok, amik például nekem nagyon sokat segítenek abban, vagy akár ez egy könyv is lehet. Itt igazából az a lényeg, hogy keress egy olyan dolgot, ami neked téged segít abban, hogy igazából ne stresszeld magadat túl azon, hogy tanulnod kéne. Tehát egy olyan dolog, ami teljesen ki tud kapcsolni. Ha ez egy sorozat, ha ez egy könyv, és az is fontos itt, hogy ez egy olyan dolog legyen, amit relatíve elalvás előtt tudsz csinálni. Mivel elalvás előtt az ember hajlamos arra, hogy sokat gondolkozzon azon, ami történni fog a vizsgán. Viszont, hogyha mondjuk elalvás előtt nézel egy sorozatot, amit teljesen ki tud téged kapcsolni, akkor ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni abban, hogy amikor elalszol, akkor nem azon aggódsz, hogy oké, most akkor mi volt az ötödik szlájdon, vagy hogy mit fognak kérdezni a vizsgába, hanem azon gondolkodsz, ami magában a sorozatban történt. Vagy akár egy könyvvel, teljesen ugyanez. A harmadik dolog az az, hogy az alvás az így legyen az első prioritásod. Tehát, ha arról van szó, hogy mondjuk, nem tudom, te még akarsz tanulni 2 órát, és inkább később mész aludni, oké, de akkor reggel 2 órával később kelj fel. Illetve, hogyha inkább reggeli ember vagy, akkor viszont este menjél el 2 órával hamarabb aludni, hogyha mondjuk reggel 2 órával hamarabb fel kell kelned. De fontos az, hogy az alvás az prioritás legyen, mivel ha nem vagy mentálisan kipihenve, akkor elba vagy fizikailag a toppon, mert egész nap ülsz és nem csinálsz semmit, mentálisan nem fogsz tudni koncentrálni arra az adott fejezetre, szlájdra, tanárra, mit tudom én mire, mert folyamatosan azon fog járni az agyad, hogy te ilyen-olyan fáradt vagy, te így szeretnél aludni, te úgy szeretnél aludni, szóval az első és legfontosabb, hogy az alvás az legyen prioritás. A negyedik dolog, ami nekem nagyon-nagyon sokat segített előző héten, az az volt, nagyon sokat sétáltam. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem tanulsz, mivel például, ugye nagyon sokszor én azt olvastam, vagy néztem, vagy láttam a neten, hogy emberek úgy tanulnak, hogy felolvassák mondjuk a fejezetet, és utána azt magukban hallgatják. Viszont van különbség a között, hogy te tanulsz, és utána mosogatsz, és közben hallgatod a dolgot, vagy azt, hogy mondjuk
kimész és sétálsz egy 20 percet, miközben kikapcsolódsz, hiszen ugye kint vagy, friss levegő, másik környezet, de közben mondjuk a fejedben járatod a fejezeted, vagy mondjuk a fejedben nézel egy videót. És nekem nagyon sokat segített az, hogy úgymond ennek ellenére ugyanúgy tanultam, viszont nem az adott környezetben, ami mondjuk a nappali, a hálószoba, az iskola, a könyvtár, hanem egy relatíve semleges helyen, viszont ettől függetlenül ugyanúgy a tananyag az ment a fejemben. Az ötödik az az, hogy legyél szociális. Tehát én értem, hogy vizsga van, értem, hogy sokat kell tanulnod, viszont nekem nagyon sokat segített az, hogy többiekkel is tanultam, mert hogyha valaki mással tanulsz, akkor már nem lesz annyira nehéz, már nem fog annyira nehéznek tűnni. Az adott tananyag, az adott fejezet, az adott könyv, mivel együtt vagytok, és amikor együtt vagy valakivel, akkor úgymond, ugye ez a szociális elemet sem fog meghalni, nem tudom, 2 óra után, és hogyha folyamatosan egész héten egyedül vagy, akkor az nagyon-nagyon rossz lesz neked, mivel teljesen így begubósodik az agyad, és csak arra fogsz fókuszálni, hogy tanulás, munka, tanulás, edzés, tanulás, nem tudom micsoda. Tehát fontos az, hogy lássál embereket, menjél ki a házból, menjél a boltba, legyél a barátaiddal, legyél a barátoddal, a barátnőddel, legyél a családoddal, tehát legyél szociális. És a hatodik az pedig az, hogyha esetleg van kedved és van szabadidőd, akkor csinálj valami kreatívat. Szóval nekem előző héten a munkahelyen kellett valami kreatívat csinálni, és aztán rájöttem, hogy egyébként az, hogy a munkahelyen valami kreatívat kellett csinálni, az nagyon sokat segített abban, hogy igazából utána rájöttem arra, hogy amúgy így is lehet tanulni. Vagy amúgy ezt a dolgot tökre szeretem, és mint hobbi meg tudom tartani. Vagy rájöttem, hogy amúgy tök kreatív vagyok, és lehet, hogy ezt az adott dolgot, ezt tudom alkalmazni a tanulásban is. Szóval elég sok minden van, amit így tudtok csinálni, és ugye ezeket a dolgokat nem kell órákig csinálni. Tehát egy sorozatrész 40 perc, egy workout 20-30 perc, egy rövid séta 20 perc, egy kreatív dolog lehet 5 perc, lehet egy óra. Tehát nyilván az alvás az relatíve sok idő, illetve ugye a barátaiddal is lehet fél órát, vagy akár egész nap, viszont ez rajtad múlik, hogy mennyi időt szeretnél ezekre szánni, viszont szerintem nem jó az, hogyha valaki tényleg 0-24-ben tanul, és nekem ezek a tippek nagyon segítettek. Köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videót, remélem, hogy hasznos volt, remélem, hogy vannak még azért emberek, akik nézik ezt a videót itt is a végén, és nem kapcsoltak el a hangom miatt. Köszönöm szépen az üzeneteket arra vevően, hogy jobbulást. Igyekszem jobban lenni, habár most már tényleg semmi bajom nincs azon kívül, hogy ilyen a hangom, de hát ez van. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!